Üdvözöllek! Valószínűleg a legtöbben, amikor ki szeretnék kapcsolni a számítógépüket, akkor a leállítás lehetőséget választják. És igazából mondhatjuk is, hogy erről most mit kell beszélni, leállítás és kész, kikapcsol a számítógépünk, ezzel el van intézve. Ezért rendben is van, de azért a leállítás mellett vannak egyéb opciók. A leállítás esetén az éppen futó programjaink azok leállításra kerülnek, bár nem minden esetben tudja a Windows leállítani automatikusan az egyes programokat. Ilyenkor még kényszeríthetjük, hogy ne foglalkozzon az adott programmal, zárja be és kész, álljon le a Windows. Ezzel az a probléma, hogyha az adott programban valamilyen el nem mentett munkánk van, lehet az akár egy szöveges dokumentum, vagy egy táblázat, vagy éppen egy grafikus programban valamilyen el nem mentett kép, hát akkor azok elvesznek. Kivétel, hogy az adott program tud erről gondoskodni. Bár hogyha a Windows-t kényszerítjük a leállításra, akkor ez az eset nem igen fog fennállni. Tehát azért a leállítás egy kicsit macerás tud lenni, főleg, hogyha sok programmal dolgozik valaki egyszerre, akkor nem árt azokat nekünk kézzel egyesével leállítgatni, és úgy a leállítást választani. A másik hátránya a leállításnak, hogy amikor elindítjuk a számítógépünket, akkor minden egyes programot újra és újra el kell indítani, újra be kell állítani, el kell rendezni, adott esetben különféle beállításokat eszközölni. Tehát azért ez egy kicsit macerás tud lenni leállításnál, meg elindítás után is. Nyilván aki egy-két programot használ, azt nem nagyon érinti ez a probléma. Ugyanakkor van a leállítás mellett egyéb lehetőség is. Én Windows 8-at használok, ebben alapvetően nincsen start menü, de én telepítettem egy start menüt. Egyébként, hogyha neked nincs start menü a Windows 8-ban, akkor a Windows gombra, hogyha jobb egérrel klikkelsz, könnyedén elérheted a leállítást, meg egyéb lehetőségeket. Szóval a leállítás mellett vannak egyéb opciók, ez ide kell kattintani, vagy hát esetemben úgy is megjelenik, hogyha fölé állok. Tehát itt vannak egyéb opciók, nézzük ezeket sorban. Az egyik a felhasználó váltás, ennek akkor van értelme, hogyha a Windowsban van több felhasználó is. Hogyha ezt választjuk, akkor egyszerre be lehetünk jelentkezni több felhasználóval, de ezek között váltogatni kell, hogyha a másikat szeretnénk éppen használni. Ez a felhasználóváltással megoldható. Hát ezt talán nem olyan túlságosan sokan használják. Kijelentkezés. Hát az tulajdonképpen hasonló hatású, mint a leállítás. Annyi a különbség, hogy a számítógépünk az nem fog leállni konkrétan, hanem újra be kell jelentkezni az adott felhasználóval, vagy egy másikkal. De ugyanúgy le kell állítani minden egyes programot, és újra el kell indítani, mint a leállításnál. A zárolás, ott nem történik semmiféle leállítás jellegű dolog, szimplán csak a bejelentkezési képernyőre kerülünk, és újra be kell írni a jelszót ahhoz, hogy tudjuk folytatni a dolgunkat. Az újraindítás az felér egy leállítással, ugyanaz a hatása, annyi a különbség, hogy amint leáll a számítógépünk, rögtön újra is indul. Ez akkor is hasznos lehet, hogyha valami rendellenes működést tapasztalunk a számítógépünkkel, és nem nagyon tudjuk, hogy ez mitől van, meg nem is nagyon szeretnénk erre időt fordítani, hogy kinyomozzuk, ilyenkor a legegyszerűbb, hogyha egy újraindítást eszközlünk, és akkor esetlegesen az adott probléma is megoldódik, ami lehet, hogy csak egy egyszeri jelenség volt, tehát igazából teljesen felesleges is nyomozgatni a dolog után. Az alvóállapot az már érdekesebb, egyébként itt írja is nekünk tippként, most visszamegyek rá, megőrzi a munkamenetet a memóriában, és kis energiafogyasztási állapotba helyezi a számítógépet, hogy gyorsan lehessen folytatni a munkát. Hát tulajdonképpen ez leírja a lényeget. Ez majdnem ugye egy kikapcsolással ér fel, lényegében ki is kapcsol a számítógépben mindent, kivétel az alaplapot, illetve a memóriát. A memóriában tárolódik minden, ami éppen fut program, és amikor ezt választjuk, akkor minden más kikapcsolódik, a memória és az alaplapot leszámítva. Ezáltal az áramfogyasztása rendkívül kicsi lesz, tehát ilyen alig mérhető mértékű. Tulajdonképpen én ismerek olyanokat is, akik este sem kapcsolják ki a számítógépet, hanem alvó állapotba helyezik. Ennek az a nagyon nagy előnye, hogy minden, ami éppen el volt indítva, be volt állítgatva, ugyanabban az állapotban kerül visszaállításra, illetve hát nem is kerül visszaállításra, mert folyamatosan ment a memóriában, ott volt, és gyakorlatilag ez megtörténik néhány másodperc alatt. Hogyha például a billentyűzeten megnyomunk egy gombot, akkor néhány másodperc alatt magához tér a számítógép, és pontosan ott folytathatjuk a dolgunkat, mielőtt az alvó állapotot választottuk volna. Ezt tipikusan arra az esetre szánják egyébként, amikor néhány órára magára szeretnénk hagyni a számítógépet, nem használjuk, de nem is szeretnénk kikapcsolni, mert szeretnénk folytatni a munkát, és nem szeretnénk minden egyes programot elindítgatni, elrendezni, beállítani. Ilyenkor ez egy nagyon jó lehetőség a számunkra. De mondom, olyat is ismerek, aki egész éjszakára így hagyja, és akkor másnap reggel nagyon gyorsan tudja folytatni a munkát. Mivel rendkívül pici az áramfogyasztása,
tényleg alig mérhető, így az áramfogyasztásban ez tulajdonképpen gyakorlatilag meg sem jelenik. Van még egy lehetőség, a hibernálás, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint az alvóállapot, legalábbis a hatását tekintve, miután a számítógépünket újra elindítjuk, ugyanonnan folytathatjuk a munkát, mint az alvóállapot esetén, tehát minden itt lesz előttünk, ahogy most van, például esetemben egy böngészőit el van indítva, hát akkor az ugyanúgy el lesz indítva, meg minden egyéb más program is. De a hibernálás esetén a számítógépünk az leállításra kerül, a memória tartalma a merevlemezre kerül, és a számítógépünk az kompletten kikapcsolásra kerül, de ettől függetlenül, hogyha bekapcsoljuk a számítógépünket, akkor vissza fog térni a hibernálásból, és mindent vissza fog állítani ebbe az állapotba, ahogy most van. Ennek az előnye természetesen az, hogy a munkánkat rögtön folytathatjuk, nem kell nekünk szórakozni itt a programok elrendezgetésével, elindításával, illetve a leállítással sem kell szórakoznunk, hogy minden egyes programot leállítgassunk, tehát mindenképpen nyerünk az elindításnál, meg a leállításnál is a hibernálással. Az elindítás az lassabb lesz, mint az alvóállapot esetén, de kategóriákkal gyorsabb, mint hogyha a leállítást választanánk, és úgy indítanánk el a gépünket. De ennek az előnye inkább az, hogy a munkánkat folytathatjuk onnan, ahol éppen abba hagytuk. Minden pontosan ugyanabban az állapotba kerül visszaállításra, ahogy volt. Ugyanakkor látható, nekem például itt nem jelenik meg a hibernálás. Hát egyébként itt volt, csak én most eltüntettem direkt. Egyes esetekben nem jelenik meg a hibernálás, ilyenkor sincs probléma. Itt van nekünk ez a weboldal, a Microsoft weboldala. Ezen a címen érhető el. Ha nem felejtem el, majd akkor ezt a címet mellékelem. Van itt ilyen, hogy automatikus javítás, ezt is letöltheted, és ezt futtathatod. Vagy a másik lehetőség a parancssoros. Parancssorból ezt vissza tudjuk kapcsolni a legtöbb esetben. Ehhez elvándorlunk a start menübe, beírjuk azt, hogy CMD, megjelenik, és akkor jobb egérrel klikkelünk futtatás rendszer gazdaként. Mindegy, hogy itt mit látsz, ezzel ne is foglalkozz, hanem ezt kellene begépelni, vagy erről az oldalról kimásolni. Ctrl-C-vel én most kimásolom. Ide beillesztés. Tehát ezt kéne begépelni tulajdonképpen. Mondom, mindegy, hogy mit látsz itt. Azzal ne is foglalkozz. És akkor Enter. Hogyha a hibaüzenet nincs, akkor ez sikeresen végrehajtódott. Arra kell odafigyelni, hogy azért legyen némi szabad hely a merevlemezen, mert ez egy fájlt létre fog hozni a hibernáláshoz. Rendben van, akkor ez meg is történt, és akkor visszavándorlunk a start menübe, és ha most ide állunk, akkor ott van, hogy hibernálás. És itt írja is, a munkamenet mentése és a számítógép kikapcsolása. A számítógép bekapcsolásakor a Windows visszaállítja a munkamenetet. Tehát ez a hibernálás egy nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogyha nem szeretnék az alvóállapotot használni akármilyen okból, akkor tulajdonképpen a hibernálással teljesen ugyanazt érjük el, csak azzal ki is tudjuk kapcsolni a számítógépünket kompletten. Ez egy picit tovább tart, még újra betölt a számítógépünk, de igazából még rengeteg elindított programnál is elég gyors lesz. Hát inkább nagyon gyors, úgy mondanám. Kategóriákkal gyorsabb, mint hogyha kikapcsolnánk a gépünket és úgy indítanánk el. Arról nem beszélve, hogy minden egyes programot onnan folytathatunk, ahol abba hagytuk előző alkalommal. Hát én úgy gondolom, mindenféleképpen célszerű megfontolni ezeknek a használatát, főleg itt ugye nyilván az alvóállapot meg a hibernálásról van szó. Mind a kettő igencsak hasznos. Én a hibernálást szoktam egyébként használni, nagyon ritkán az alvóállapotot.